A Bátaszéki Baromfi feldolgozó üzem példaértékű a tekintetben, hogyan lehet megmenteni egy gazdasági vagyont olyan összefogással, melyben a résztvevők szívügyüknek tekintik a szakmát és a települést is, ahol élnek. Az egykori Barvár romjain 27 esztendővel ezelőtt létrejött üzem ma Magyarországon az ország 5. legnagyobb ilyen profilú cége, mely jelentős szerepet tölt be a város életének mindennapjaiba is. Mivel sok tulajdonosú cég voltunk, ezért mindig ez a közös út jellemezte a céget, hogy mindig látszott az, hogy én mindig becsülöm az egyszemélyes tulajdonú cégeket, mert ott a tulajdonosnak van egy nagy előnye, hogy ő egyedül dönthet el mindent, de viszont úgy meg nincs nagyon, nem mondja neki senki azt, hogy Józsikám, ne csináld, mert ez nem lesz jó út. Itt nálunk szerencsére többen voltak, és itt mindig szerencsére mindenki tudomásul vette azt, hogyha néha az volt hogy mondva, hogy figyeljetek fiúk, nem biztos, hogy ez lesz a helyes, menjünk inkább amarra. És ebből sose volt vita, mert valószínűleg mivel nem egy-két ember vitatkozott egymással, hanem több nézőpont találkozott, ezért az egyszerű többség azért meggyőzte azt a kisebbséget, hogy lehet, hogy én látom rosszul, kanyarodjunk inkább arra. És ez a fajta összefogás működik azóta is, és úgy gondolom, hogy ez az egyik fontos alapköve annak, hogy ide jutottunk. A most átadott hűtőház létrehozását a piaci igényekkel tették életre, hiszen a fogyasztás változása miatt olyan helyzet alakult ki, mely csak ilyen módon volt gazdaságosan kezelhető. Látszott, hogy azelőtt nekünk a fogyasztó kapacitás az nem volt előtte stratégiai kérdés, mert nem voltak nagy készleteink. De a Covid az pont azt mutatta meg, hogy ez egy stratégiai pont, és kell legyen nekünk olyan tároló kapacitásunk, amivel le tudjuk kezelni ezeket a hullámokat. Hát amikor mi kerestünk tárolót, és ahogy mondtam a beszédemben, nekünk Győrig kellett menni, az is egy elég sokkoló információ volt, amikor láttuk azt, hogy marad meg napi szinten egy csomó áru, és akkor azt most be a teherautóba elvinni Győrig, és majd amikor egyszer el lehet adni, akkor Győrből hazahozni, és akkor onnan elvinni a piacra. Tehát tulajdonképpen ez a gondolat szülte ezt. A COVID-helyzet hatására nem csak itt Bátaszéken, de országosan is át kellett gondolni a magyar agrárium és élelmiszer ágazat jövőjét, mondta Nagy István agrárminiszter, mely terület stratégiai ágazattá vált. A COVID-járványnak a nagy tanulsága, hogy ha ágazatok leállnak és a home office-ba vonulnak is, az agrár élelmiszeripar nem állhat meg, mert mindnyájan minden nap enni és inni akarunk. És ez történelmi léptékű döntésre sarkalta a magyar kormányt, és az eddigi vidékfejlesztési források mértékét megháromszorozta a 21-27-es időszakra. Európában példa nélküli az, hogy a nemzeti társfinanszírozás mértékét ilyen mértékben megemeli egy tagállam. De azt hiszem, hogy a versenyképességünkhöz, a helyi megmaradáshoz, a helyi gazdaság erősödéséhez ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy a magyar mezőgazdaság versenyképes legyen, hogy az élelmiszeripari beruházások megtörténhessenek, ahhoz nagyon-nagyon szükséges ez a forrás. Hogy mindenki értse ennek a nagyon nagy volumenét, most egy évbe költünk el annyit ebben az évben például, mint amennyit megelőző 7 évben költöttünk el összesen. Ezért látszik az, hogy mindenütt épül és mindenütt fejlődik a magyar agrár és élelmiszeripar. Ez számszerűsítve 4265 milliárd forintot jelent a következő 7 esztendőben. Bátaszék és térsége jelentős kormányzati támogatásban részesült ebben a ciklusban, mondta Horváth István, Tolna megye egyes száma választókerületének országgyűlési képviselője az átadón. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor konkrétan Bátaszékre több mint 5 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett, ebből közel 2 milliárd forint az önkormányzathoz, illetve az intézményekhez, és mintegy közel 3 milliárd forint a vállalkozásokhoz. Hogyha figyelembe veszük azt, hogy a vállalkozásoknál jellemzően 50%-os támogatás volt, akkor a 3 milliárdszor 2 az 6, meg az önkormányzati, illetve a közszférában 2 az 8. Az elmúlt években 8 milliárd forint fejlesztés valósult meg Bátaszéken. Ezt is mutatja a jelenlegi beruházás is, hogy itt a gazdaság érintés, a munkahelyek nem csak megőrzése, hanem új munkahelyek létrehozása, az jellemző a térségre, és ezt lehet látni a gazdasági eredményekben is, ami a vállalkozásoknál mutatkozik, valamint az önkormányzat adóbevételében. A Baromfi feldolgozó üzem jelentős szerepet tölt be a város életének mindennapjaiban is, mondta Bozsadik Róbert, Bátaszék polgármestere.
Ennek fejében a helyi önkormányzat az elmúlt 27 évben folyamatosan támogatta a céget fejlesztési elképzeléseiben. A település fejlődése és fejlődésének motorja mindig egy jól működő vállalkozás. 1995-ben alapult meg ez a gazdasági társaság, amikor városunk visszakapta, vagy településünk visszakapta újra a városi rangját, és hát egy kicsit mindig irigykedve figyeltük azt a robbanásszerű fejlődést, kicsit példaértékű volt a város számára is, és lehetőségeinkhez mérten próbáltunk segítséget nyújtani mindig ahhoz, hogy ez a fejlődés ne torpadjon meg, sőt mindig egy lépéssel előre haladva legyen meg a lehetőség arra, hogy minél több munkahelyet tudjon létrehozni, minél több család számára tudjon megilletést adni, fejlődéséből adódóan minél nagyobb mértékben tudjon hozzájárulni a város költségvetéséhez, iparozási adó tekintetében is, és hát köszönjük azt is, hogy 27 év alatt kiemelkedő mecénása volt városunknak is, a településen működő civil szervezeteknek. Nagyon nagy összefogás kellett, hogy ez a gazdasági társaság 27 év alatt ezt az utat meg tudja tenni. Bízunk benne, hogy itt még nincs pont a mondat végén, és újabb lehetőségek kihasználásával tényleg egy olyan családi vállalkozás működhet majd településünkön, ami több generáció számára ad majd megilletést. A most átadott 880 négyzetméteres hűtőház 140 tonna fagyasztott tárolására lesz alkalmas. A beruházás költsége 468 millió forint volt, melyet egy belügyminisztériumi pályázat biztosított. Az ünnepségen bejelentették, a fejlesztés következő szakaszára a kormány 500 millió forint támogatást nyújt.